Lelakatolja az egyik szexádi söröző ajtaját a tulajdonos. A járvány miatt kénytelenek voltak bezárni. Azt mondja, a legrosszabb a bizonytalan jövőkép, hiszen még nem tudni, hogy mikor nyithatnak ki újra. Nehezen fog érinteni. A tartalékokból kell érni, ami ugye nem olyan sok, szerintem mindannyiunknak, mindenki így van ezzel. Ezt megpróbáljuk beosztani, és mint ahogy az előbb is mondtam, túléljük ezt a helyzetet. Sok kis vállalkozás mehet így tönkre, hiszen a tartalékok végesek. Több területet érint ez érzékenyen, mondja Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. Most már látható, hogy a bizonyos területek, itt gondolok, a benzin vásárlás jelentősen visszaesett, ez megint gazdasági visszahatást váltott ki, illetve a kereskedelem belül eltérőek a számok, a ruházati kereskedelem, a műszaki cikk kereskedelem, sőt, már látjuk, hogy az iparcikk, illetve hát az ipar területén is a feldolgozóipar, és amire nem számítottunk, az építőiparban is volt visszaesés. Az iparkamara több javaslatot dolgozott ki a KKV szektor megsegítésére. A koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet gazdasági hatásainak enyhítése érdekében. Az adócsökkentést, amit javasoltak a kamara, az gyakorlatilag a helyi iparizési adó egyfajta törlése átmeneti időszakra, legalább egy vagy két évre. A mi megyénkből a javaslat, amit fölköttünk, az gyakorlatilag kizárólag a KKV szektorra javasoltunk egyfajta ilyen lehetőséget, és ezt is egy ilyen átmeneti időszakra. Egyelőre nincs döntés az iparűzési adó elengedéséről. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara azt szeretné, hogy legalább a mikro- és a kisvállalkozók lehetőséget kapjanak erre. A kormány korábban több iparkamarai javaslatot elfogadott, így megvalósult a különböző adókedvezmények bevezetése, a járulékcsökkentés és az 50%-os munkahelyvédelmi bértámogatás is. Így bíznak abban, hogy ezt is támogatni fogják. A kezdettől fogva javasoltuk a kormánynak, hogy intézkedéseket tegyenek. Ilyen volt például a Kurzarbeitra való átállás, ami félig meddig sikerült, hiszen nálunk egy ilyen 50%-os bértámogatás volt, ahol kiestek a lehetőségek a vállalkozóknak. A másik a járulékok eltörlése több területen, ez is sikerrel javasoltuk, és ezt végül is a kormány elfogadta. A bértámogatásnál nem lett 80%, amit mi javasoltunk, csak 50%, de szerintem ez is valamilyen segítség a vállalkozóknak. Az iparkamara javasolja emellett a kormánynak a további önkormányzati hatáskörbe tartozó adónemek mértékének befagyasztását is. Ide tartozik egyebek mellett az ingatlan vagy éppen a kommunális adó. Ezzel az a céljuk, hogy az önkormányzatok az iparűzési adóból származó bevételkiesést ne az egyéb adónemek emelésével pótolják, ezzel is garantálva, hogy valóban mérséklődjenek a KKV-k terhei.